A 2015-ben indult foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket. Így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő, magas szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. A paktum projekt megvalósításához szükséges egyeztetés az egyik célcsoportjával. A paktum projektnek pontosabban a mikro, közepes és kis vállalkozások vezetőit szeretnénk meghallgatni, egy konzultációt folytatni, egy rövid előadásra vezetők után, hogy látják a munkaerőpiaci helyzetet, az ő saját helyzetüket a paktum tükrében itt Tolna megyében. Az életszínvonal növelése, a foglalkoztatás növelése, a hátrányos helyzetűek számának csökkentése, a tartós munkaminkeknek az ismételt munkába vonása. Nyilván ezek mind összefüggenek a gazdasági élettel, a gazdasági élet szereplőivel, a piac szereplőivel, így a mai fórum résztvevőivel és a mikroközepes és kis vállalkozásoknak a vezetőivel, illetve az ő munkájukkal. Ezt szeretnénk segíteni azzal, hogy némi táppontot adunk nekik, hogy most ez a Praktum projekt hogy áll, milyen lehetőségeket nyújt a konzorciumi partnereinkkel. Nyilván vannak támogatások, lehetőségek, amik segítik az ő munkájukat. A konferencián elhangzott, a munkanélkülek között magas, az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya. Ezért a program célja a foglalkoztatás növelése. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósulására kerül sor, melyek a munkaerőpiac bővítéséhez, képzéséhez és elhelyezkedéséhez szükségesek. Nincs elegendő szakember, tehát a szakember hiány az most már lassan krónikussá válik, nem beszélhetünk hiány szakmákról, minden szakma keresett, és ezt az összefüggést próbáljuk itt a mai nap megvilágítani, egyeztetni a vállalkozások vezetőivel, hogy gyakorlatilag ez ne szabjon a jövőben, vagy kevésbé szabjon gátat a fejlődésnek, és a gazdaság minél jobban meg tudja lépni ezeket a lehetőségeket, amelyeket most a mai helyzet lehetővé tesz. Ez jelenleg több pályázatot is magába foglal, melyek hozzájárulnak a szükséges szakember állomány biztosításához, és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához, mondta Hornok Jenő. Két új pályázatot hoztam el vállalkozások részére, ez egyik a gyakornoki pályázat, ami régi új pályázat, és kifejezetten fiatalok munkába helyezését támogatja. A gyakornoki pályázat, mint mondottam, kifejezetten fiatalok munkába helyezését támogatja. Ugye itt is a bér és járulék támogatás kiemelt fejlesztési célké jelentkezik, de itt eszközfejlesztést is meg lehet valósítani. Nagyjából gyakornokonként ilyen 3,2-3,4 millió forint visszanemtérítendő támogatás pályázható. Itt egy 100%-os támogatást lehet elérni. A másik pedig az Út a Jövőbe program. Ez már elindult program, és jövő február végéig lehet pályázatot benyújtani. Vállalkozás fejlesztéshez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre, adott esetben ingatlan vásárlásra, és hát nyilván foglalkoztatáshoz kiemelt helyen szerepel, mint megvalósítási cél. 10 és 150 millió forintos támogatási összeggel lehet pályázatot benyújtani az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. A két pályázatnak köszönhetően a nyertes Tolna megyei kisvállalkozások több mint 1,2 milliárd forintot hívhatnak le. A szakképzési törvényben a jövő évtől jelentős változások várhatóak. Ennek részleteiről fontos tudniuk a bonyhádi vállalkozóknak is. A szakképzés és a munkáltató szféra együttműködése segítheti a helyi gazdaság fejlődését. A mai programom, ugye ez a vállalkozói workshop a Szekszárdi Szakképzési Centrum számára nagyon-nagyon fontos jelentőséggel bír. Nekünk egy alapvető kérdés az, hogy meglegyen az a személyes kapcsolatunk a térségben dolgozó vállalkozásokkal, vállalkozókkal, akiknek az igényeit kell a szakképzésnek kiszolgálni, és a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak kiszolgálni. A Tolna megyei paktum, foglalkoztatási paktumhoz csatlakozott a szakképzési centrum is, amikor ez létrejött, és nagyon örülünk ezeknek a rendezvényeknek, hiszen ugye mi a megye hat városában dolgozunk, ott van iskolánk, így többek között Bonyhádon is, és így nagyon fontos, hogy a képzési kínálatunkat
úgy tudjuk átalakítani, hogy az valóban a keresletnek legyen megfelelő, és azokat az igényeket szolgálja ki, ami a vállalkozások számára megjelenik. Itt mai napon a szakképzés átalakulásával kapcsolatos nagyon jelentős változásokat fogom ismertetni a jelenlevő vállalkozásokkal, ami azért nagyon fontos, mert ez őket is érinti, és az ő számukra is fontos tudnivalók jelennek meg. Ugye itt most megjelent az új törvény, a szakképzésről szóló törvény az elmúlt napokban, és abban a technikumok, a szakképzési munkaszerződés, illetve a duális képzésnek a jelentősége az ugye nagyon komoly és kiemelt. A duális képzés megerősödik. Ők a szakirányú képzésben, ami a technikumban az utolsó 3 éves képzési szakaszt jelenti, a 3 éves szakmunkás képzésben pedig az utolsó 2 éves szakaszt jelenti, teljes egészében vállalhatják a szakmai oktatást. És egy sokkal hosszabb időt tud a tanuló innentől kezdve kint lenni a vállalkozásnál, ami a vállalkozás számára nem mindegy. Nagyon fontos, hogy a vállalkozások tekintetében megerősödik a foglalkoztatás, hiszen azzal, hogy a tanuló nem tanulószerződéssel, hanem munkaviszonyban lesz a vállalkozásnál. Ezért a céges kultúrába is könnyebben beépíthető, megismertethető a céges kultúra vele, vagyis a későbbi foglalkoztatása, a későbbi munkaviszonya a munkavállalói utánpótlás szempontjából van ennek óriási nagy jelentősége. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében a tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskeresőt és inaktív személyt vonnak be,